Na, siess, nem megyünk. Megy a drága idő. Jól van, na hát. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket. Folytatódik az E3, illetve most akkor egy kis gyors kitérővel EA Play beszélgető, jósolgató, jövőbe varázsgömbön néző videónk. Ez két teljesen független rendezvény, ez nagyon fontos. Igen, semmi, ez nagyon... Semmi közük. Véletlenül van Los Angeles. Jogi diszkrémet. Térben és időben. Térben és időben. Teljesen random. Teljesen eltérő, más utakon járó. Szóval az Electronic Arts egyáltalán nem szőrszál hasogató megoldása, hogy egy külön rendezvényként, ráadásul most már sajtókonferencia nélkül, mert hanem csak egy livestream keretében lesz majd egy olyan prezentáció, ahol megtudhatjuk a cég jövőbeli terveit. Az alapján, amit eddig tudunk, és elég konkrétnak tűnik ennek a livestreamnek a műsorrendje, nem hiszem, hogy eget verő, vagy velőt rázó, vagy bármi ilyesmi meglepetés várna ránk. Ti mit gondoltok, srácok? Én unatkozom. Hát az eleje mindenféleképpen izgalmas lesz. Mert Dragon Age 4. 95% hogy igen, hogy ez nem valószínű, lesz. Viszont ugye rögtön az új Star Wars játékkal, a Jedi Fallen Order-rel nyitunk, amiből végre látunk gameplayt is, úgyhogy ez mindenféleképpen izgi, de utána már, hogy mutatnak majd új Battlefield-ot tartalmakat, meg Apex Legends tartalmakat, meg Sims-et, meg ugye ott lesz még nekünk az aktuális két legfontosabb sportjátékok, a FIFA és az NFL Madden-nek az új része. Nekem az a személyes szomorúságom, hogy már évek óta az NHL itt le van tojva, tehát így a hokival nem foglalkoznak. Egyébként nagyon fontosnak tartja az EA, amikor kim voltunk tavaly Kacival az EA Play-en, hiszen mi másért mentünk volna, akkor a Madden-nél ugye sorok álltak, FIFA az ilyen, nem egy európai mértékkel, de azért ott jelen volt, és az NHL-ből egy fal elé, egy ilyen brandingelt fal elé ki volt rakva kettő darab konzol, az előző, ahol senki nem játszott, és lehetett 3v3-ban kabala állatokkal. Az előző évi NHL-en. Igen. Tehát ott még nem is az új játékot mutatták. De most akkor ezzel megcáfoltad, amit a csirke mondott? Mert nem. Tehát, hogy le se szarják az NHL-en. Igen. Azt hittem, hogy most éppen cáfolni készülsz, hogy mégiscsak törődnek az NHL-el, de akkor ez a szomorú helyzet. Hát ezt akartam csak ábrázolni, hogy mennyire igazol a csirke. És szegény NBA rájuk nem gondol senki, mert kosarasok. Hát én szerintem a 2K mellett felesleges is ezt a live-ot erőltetni. Az a baj egyébként, hogy a live, a tavalyi live, az határozottan jó volt ahhoz képest, amilyenek a korábbiak voltak, hát, de még mindig igen. nem azért egy 2K. Nyilván a számomra nagy kérdés, és ezzel együtt leszögezném, hogy nem vagyok jártas túlzottan a sportjátékoknak a világában, nyilván az NBA-vel valamilyen szinten azért foglalkozom, meg szeretem és követem, de óriási nagy kérdés, hogy a világon éledező nagy rootbox ellenes, egyébként szerintem amúgy jó vagy helyes irány, csak még azt nem tudom, hogy pontosan majd mi lesz belőle, illetve hogy okosan lesz-e kivitelezve, de az biztos, hogy ezzel valamit érdemes kezdeni. A probléma az jelen van, megkerülhetetlen. Hát de a lényeg az, amire most ki akarok lyukadni, hogy nem tudom, és illetve más se tudja, mert most ezen nagyon-nagyon gondolkoznak, hogy ez majd hogyan hat a sportjátékok piacára. Én azt se zárnám ki egyébként, hogy talán itt lenne az ideje, hogy a mikrotranszakciókba és lootboxokba elkényelmesedett játékipar egy kicsit visszatérjen oda, hogy innovációs megoldásokkal próbáljanak vevőket szerezni, mert hogy most abszolút nincsenek rászorulva évek óta. Hát, vagy egyszer az életbe valaki növesszen tököt, és felejtsük el azt, hogy 60 dollár per euró egy videójáték. Hát, vagy az, hogy legalább az ilyen éves ciklusokban gondolkodó játékoknál álljunk át egy live service megoldásra, mert ha valahol egyébként a sportjátékoknál lenne, szerintem pont indokolta az, hogy a francnak kell újra számozottak. Igen, de akkor nem kéne minden évben újra elkezdeni gyűjtögetni az Ultimate Team csapatodat. Hát vagy töröljék akkor pont azt, ugye pont az Ultimate Team-et sodorja veszélybe, mindaz az intézkedés sorozat, ami ugye éppenséggel kikristályosodni látszik. Ugye a már emlegetett lootboxok ellen. Na, de azt gondolom, hogy ezt még meg kell várnunk, hogy mi történik, tehát, mert hogy nem tudjuk. A sportjátékok majd ekkor fognak eldőlni. Most, hogy egyébként
olyan egetverő újítást én nem várnék. Mindegyiknek megvan a saját evolúciója a saját műfaján belül. Nyilván a story mód érdekes módon egyre jobb és egyre látványosabb. És még mindig nincs az NHL-ben. És még mindig nincs az NHL-ben. De az NHL-ben lassul nem is az legújabb motorral fut. Tehát nem, ugye, nem azzal, amivel a FIFA illetve. Nem álltak át a Frostbite-ra. Igen. A FIFA viszont a FIFA-ben lezárult most az Alex Hunter-es. Alex Hunter volt az, igen, igen. Az a történet, úgyhogy most kérdője, hogy indítanak egy új történetet, hát vagy ennyi volt a sztori. Tovább a sztoriát a szemként. Úgy tudom, hogy szerették alapvetően az emberek ezt a sztori módot a FIFA-ban. Jó, sőt, van egy külön csomag, amiben egy meg tudod vásárolni 18-19-et, és akkor a sztori módot le tudod tolni, ami érdekes, hogy mennyire más irány, mint amiből amúgy a FIFA-nak a jelentős része van. Igen. Még visszakanyarodva erre, az a baj, hogy tehát ezeket a megoldásokat, a lootboxokat, meg a mikrotranszakciókat nem azért találják ki a játékipar képviselői, mert szeretnének a nagy tornyukat még egy kicsit nagyobbra építeni, hanem azért, mert drágább lett a fejlesztési költség, és valószínűleg nagyon kevés játék tudná visszahozni 60 eurós áron azt az összeget, amibe került, és ugye árat meg nem emelhetnek. Igen, hát 10 éve be van betonozva. Igen, mint nem a GameStar-nak az ára. Mert a 60 euró is egy olyan határ, amit már így nem, ha mondjuk 70 euróért árulsz egy játékot, és nem, az nem az Zelda, akkor az, igen, nem. Igen, a Nintendo az, aki gond nélkül meglépi azt, hogy egy új cím az 70 euró. Hát ja. És mégis működik. Tehát egyébként ez egy nagyon nagy kérdés, hogy amire a közönség kapható, nyilván arra fogják fogni. Hát náluk működik, mert eleve Switch-et azért veszel, mert exkluzívakkal akarsz játszani. Meg már azokkal az exkluzívakkal akarsz játszani, mert nagyjából pontosan tudod, hogy mire számítasz. Én ezt egy kicsit, tehát én ebben nem vagyok ennyire pozitív gondolkodású, vagy ennyire elnéző a kiadók viselkedésével szemben. Számomra az egész lootbox bizériát nem magyarázza teljes mértékben az, hogy egyébként drágulnak a fejlesztési bevételek. Szerintem ez egy ilyen evolúciós folyamat, hogy először jöttek a mindenféle DLC-k, utána a mindenféle ilyen kis mikrotranszakciók, és most a mikrotranszakciók csúcsosodtak ki a lootboxokba. Igen, csak ez már elért nálam egy olyan szintet, ami eddigeket el tudtam fogadni. Ez még már elért egy olyan szintet, amit nálam nem validál semmi, nem tudom, sem piaci kell. Alapvetően ugye a szerencsejáték jellege miatt. Igen, én alapvetően pont, de én nem a lootbox koncepciót értem, csak azt kell megérteni, hogy ez nem azért van már, hogy mindenki a milliárdos akar lenni abból. Hát egy picit azért van. Hanem az is. Lehet, hogy nem lennének olyan játékok, hogyha csak teljes áron árulnák őket, mert néha ez bejön. Azért ezt én úgy képzelem, hogy a Woody Harrelson, ahogy sír és törögeti a dollárokat. Jó, figyelj, ez benne van ebben a drámában. Nyilvánvaló, hogy egy Activision Blizzardnak, egy Electronic Artsnak, a nagy cégeknek hatalmas nagy plusz az évvégi mérlegük, de azokra a hatalmas nagy pluszokra szükség is van, hogy a te következő kedvenc játékodba bele tudjanak venni. Meg amikor ez bejön, mint mondjuk a GTA Online-nál, ahol azért úgy bejött, hogy a 2K-nek nem kellett semmi, tehát nem kell semmit kiadnia egy évben ahhoz, hogy felmaradjon, mert a Rockstar az eltartotta a 2K-t is, a Private Division is megalakulhatott, meg ugye magát is eltartotta. Hát addig minden évben adott ki új játékot. És van, hogy így nagyon bejön. És most egyébként pont az EA-nél érdekes, hogy megnézzük, hogy milyen játékai jelentek meg, és azok milyen pénzt termeltek. Ugye nyilván ott van az Apex Legends, ami az elején jól futott, de azóta jelentősen visszaesett a bevétel. Ott van a Battlefield-ot, ami már nem is tartolt jól, és utána is ilyen, hát csinálgatjuk, majd mindjárt kész lesz, de már majdnem minden játékmód benne van, amit megjelenéskor bele kellett volna raknunk. És nem is tudom, milyen játék volt még az EA, de az a lényeg, hogy az EA most ilyen kicsit, hát na persze, meg az Anthem, ami szintén, az viszont egyébként nagyon jól fogyott, de ugye azt is egy live service-es játéknak akarják megcsinálni. Viszont az elvárásokhoz képest az is alul teljesített. Tehát a stúdió sokkal többet remélt. Igen, és szerintem ilyen szempontból ez egy tök nagy kérdés, hogy akkor most az EA azok után, vagy annak fényében, amit most mondtál, Paca, hogy látjátok, hogy akkor most mit kéne az EA-nek lépni ahhoz, hogy egyrészt, hogy kikerüljön ebből a nye-nye-nye gúny kategóriából, de azért most nem a sikertörténeteket mutatta. Szerintem pont erre készül most válaszként ugye a hosszú idők az első single player. Tehát full single player. Miután kijelentette, hogy a single játékok halottak, ez egy kicsit még a mém kategória. De ezt is meg kellett volna, mert ott van már x éven állok a Star Wars játékoknak a játékadaptálásnak a joga, és kaptunk egy Battlefieldet, és hangsúly lett. Battlefrontot, bocsánat. Hát igen, szerintem ez a Star Wars
most ha ez nekik bejön, már pedig egyébként minden arra mutat, hogy be fog jönni, és még nem láttunk belőle a gameplayt, majd ezt meg fogják mutatni, de azok alapján, amiket hallottunk róla, hogy ugye egy olyan játék lesz, amiben komoly harcrendszer lesz, tehát nem csak csinálnak egy Forza Unleashed 3-at és átnevezik, hanem megpróbálják én egyedivé tenni, hogy tényleg taktikázós, és hogy érezd azt, hogy Jedi vagy, és nem csak csapkodsz, meg force pusholsz, meg ilyenek. Úgyhogy nekem maga a koncepció nagyon tetszik, mert nagyon érdekes, és hogyha bejön, akkor tényleg felelkesedhet a stúdió, viszont azt lát, vagy az egész kiadó, viszont azt látni kell, hogy az EA valószínűleg nagyon nagy mértékben kettő dologból él, egyrészt az Ultimate Team-ekből, ami veszett mennyiségű pénzt hoz neki. Csak egy évnek az aktuális FIFA-jának az Ultimate Team bevételei, azok már karcolják az 1 milliárd dollárt. Ja. Másrészt meg ugye a Sims 4-nek a kiegészítős modellje, ami most már nem tudom, hogy hány 100 eurót kell elköltened, hogyha egy teljes Sims 4-et akarsz. Az is ugye nekik már az első Sims óta működő üzleti modell, akármennyire is megkérdőjelezhető, és akármennyire is megkérdőjelezhető lett, főleg azután, hogy a Sims 4 úgy jelent meg, hogy nem volt benne medence, meg nem volt benne tipegőkor, és még néhány hónappal ezelőtt... Mi az? Igen, tipegőkor, tehát egy két olyan, értem, abszolút értem, amit mondasz, csak nagyon abszurdan hangzik. Két dolog, az gyerekek, medence és tipegőkor nélkül élet nincs. De meg még egy dolog volt egyébként, a talajnak a magassága, a mélységét nem lehetett állítani, azt most pár hónappal ezelőtt patchelték bele. De hogy nyilván neked, ez, aki nem játszik a Sims-el, ezek nevetséges hiányzó dolgok, de azok, akik játszanak a Sims-el, azok eleve kevesebbet kaptak a Sims 4, Sims 4 alapcsomagjával, mint amelyet a Sims 3 meg a Sims 2 adott nekik. De alapvetően ez a szalámizás elv, ez az ilyére mindenképpen jellemző, tehát ezt a tendenciát tök jól lenne való megállítanak, és itt köszön vissza az, amit az előbb mondtam, hogy ha tudnak csinálni 1 milliárd dollárt Ultimate Teamből, akkor ne elvédjük már őket azzal, hogy amúgy nőttek a fejlesztési költségeket. Ennél sokkal többet kéne akkor visszatolniuk innovációba, meg új dolgokba, meg üzleti kockázatba. Egyébként ilyen... valószínűleg pont a sportjátékoknál a legkevésbé. Tehát ott nőnek szerintem a legkevésbé a fejlesztési költségek. Igen. Szemben mondjuk egy... Nagyon nehéz egy sportjátéknak is, mert ott tényleg mindenki úgy megy neki a FIFA-nak is, hogy eddig balra húzta kettőt, most jobbra húzza egyet, alasztít, és annyit változott, és nem. Ezt nagyon sokszor elmondták már, meg aki picit jobban beleártotta magát ezeknek a játékoknak a fejlesztésébe, azt tudja, hogy itt az a nagyon durva, hogy egy nagyon pici dolgot megváltoztatsz, és borul az egész. És ezt nagyon nagy meló összehangolni, hogy lehet, hogy te annyit látsz, hogy most gyorsabban lép oda egy labdára, de annak az összes kis 1 millió részlettel klapolnia kell, különben darabokra hullik az egész játék. Úgyhogy nem egyszerű az, hogy sportjátékot se fejlesztem. Amit még nagyon kellene egyébként az EA-nek csinálnia, és nagyon látszik, hogy beálltok erre, hogy tavasszal legyen egy játék megjelenés, mert így teljesítjük a pénzügyi negyedévet, legyen ősszel 3, mert úgy teljesül a pénzügyi negyedév, és nem tehetik meg azt, hogy a részvényesek miatt se, hogy akkor most kihagyunk egy negyedévet úgy, hogy nincsen új megjelenésünk, viszont több időt hagyunk a fejlesztőknek arra, hogy dolgozzanak valamin. Most ugye ősszel még, ami érdekes, ugye felsoroltad, hogy mely játékokról lesz livestream, viszont a pénzügyi jelentésben szerepelt, hogy ősszel jön egy új Need for Speed, amiről majd mesélnek. Igen, valamikor. Amiről az E3-on nem fognak mondani semmi. Illetve jön egy új Plants vs. Zombies, ami valószínűleg Garden Warfare lesz, mert egy akciójátékot, Garden Warfare 3 lesz, mert ugye egy akciójátékot harangoztak be, és arról sem mondanak semmit az EA Play-en. És arról tudunk valamit, hogy a Criterion mit csinál, vagy hogy a Burnout-tal mi lesz? A Burnout-tal az jó kérdés, mert ugye a Remastered-t azért adták ki, hogy itt teszteljék a telepet, hogy mekkora igény van erre az egészre. Viszont a Criterion az dolgozik egy akciójátékon, ami nem autós akciójáték. Ugye volt nekik pár éve ez a... Hú, nem is tudom, hogy mi volt a neve, amikor ilyen kvadokkal ugráltak, és stb. Ami ott be is bukott egyébként, az a projekt, azt le is lőtték, azt az egészet, ilyen extrém sportos játékot tudom, az ilyen, aha, igen. Csinálni, az nem lesz, viszont valamilyen akciójátékot csinálni. Ami olyan lett mondjuk, mint a Crew 2, csak sokkal inkább az extrém sportos megoldásokkal. És csinálgatnak. Talán mindössze egyetlen egy videót mutattak belőle. Igen, ezt mondom, hogy koncept videót is. Igen, hogy ez annyira megmaradt. És most csinálnak valamilyen akció játékot, ami tökre nem olyan lesz, viszont ugye ezt úgy csinálgatják, hogy majd kész lesz, amikor kész lesz. Egyébként pedig más stúdióknak segítenek be. Például a járművek mozgása, ugye Battlefront-nál azt ők csinálták. És az érdekes, hogy most valamelyik játéknál be kellene még segíteniük, vagy már hagyják őket ezen dolgozni. Meg hogyha bejelentenek
hogyha bejelentik esetleg az új játékot, akkor mikor és mikor jelenik meg. Hát meg hogy, nem, hogy jelentenek be majd, mert látunk most ugye, láttunk, megmutatták nekünk ezt az időbeosztást, de emellé olyan szintű bejelentések, ahogy bejelentették a Fallen Order-t, az azért belefér, hogy 32 másodpercben leülünk az első sorba, és ja, lesz egy játékunk, ez lesz a címe. Hát még egy dolog lehet egyébként, hogy a Gamescomon komolyabban veszik. Vagy a Gamescom idejében lévő EA Play-en. Nem tudhatjuk. Hogy akkor egy kicsit visszatér a játékipar arra, hogy bejelentünk dolgokat az E3-on, és meg bejelentünk Gamescom-on. És ugye az utóbbi néhány évben az történt, hogy a Gamescom-ról így eltűntek az előadások, meg minden. Lehetett kipróbálni, amit az E3-on bejelentettek. Igen, meg gameplay mutattak, meg ilyesmi. Igen. És most már ez nincs, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy esetleg a Gamescom idejére valamit időzítenek-e majd. Benne van a pakliba bőven. Azt szerintetek elképzelhető, hogy mi ugye az EA az egyik legnagyobb ilyen... az egyik legéhesebb kiadó, amelyiknek ugye rengeteg franchise van a birtokában, hogy valamit végre feltámaszol, és legalább méltóképpen támaszza fel, nehogy mint mondjuk a Command & Conquer-rel a legutóbbi mobilos próbálkozás, ahelyett, hogy egy valódi RTS-t csináltak volna. Csinálnak egyébként, meg remastereket is. Most Command & Conquer, gyorsan bejelentették, miután be is bukott egyébként ez a játék. Szóval akkor esetleg azt megmutatják ott? Vagy áttolják a PC Gaming Show-ra? De hát nem lesz. Nem tudom. Nem, én nagyon bizonytalan vagyok ezzel kapcsolatban, hogy igaz. Mennyire tartják ők ezt fontosnak. Is. Tehát szerintem eleve az egész PC és RTS műfaj, az nálunk egyik, főleg nyilván a mi PC-sebb közegünkben és a mi felhasználóink táborában nyilvánvalóan lényegesen erősebb ez a fajta kötődés. Én nem hiszem, hogy világszinten egyébként ők akkor el tudnának rúgni egy... Hát szerintem el lesznek a remasterrel, amit ugye most régi Westwoodos arcok csinálnak. Akinek erre van igénye, és azért még vannak, akiknek erre van igénye, azoknak ez a nosztalgia faktor szerintem... Hát mi szuperül rágurulnánk, de igen, és úgy érzem, hogy ez ilyen Dévényi Tibi bácsi egy kicsit, tehát hogy... poptarisznya, és akkor mi ott elugrálunk, és dobáljuk a labdákat, de hogy nem tudom, hogy ez erre most újra tömegeket, vagy tehát nem tudom egy szintre rakni, semmilyen szinten fontosságilag a FIFA-val, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mennyi bevétel húzható, ugyanis ez a közeg, akinek ezek a címek, ezek a klasszikus PC és RTS játék vonalak szólnak, ez biztos, hogy soha nem lesz olyan, aki annyit költelez kinekre, mikrotranszakcióra, lootboxra, bármi. Jövőre mutatják be bűnét, a filmet. Ezt most jól kérdeztél. Fejből nem tudom, de mivel már itt van nálunk Momoa és stáb, igen, csapatja, úgyhogy szerintem... Hát vagy jövő, vagy utána, de... Hát jövő, szerintem jövőre. Hát akkor adná magát esetleg egy Dűne adaptáció újra sok év után. Hát most... De ezek meg kell nézni, milyen sikeres lesz a film. Ezek még szerintem nagyon távoli dolgok, mert ha megnézzük, hogy mennyi projekt van most bejelentve, meg mennyi fut aktívan, tehát ősszel szerintem kettőnél több játékot nem, vagy háromnál több játékot, ugye a Need for Speed-et, a Plants vs. Zombies-t, meg a Fallen Order. Szerinted mi az akarnak, hogy a Need for Speed-en még nem rukkolnak el? Annyira nincs még készen, vagy annyira nem tudják, hogy most valószínű nem akarják elpattintani? Tehát... Vagy lesz valami, amihez tudják majd kötni. Legalább egy reveal-t azért. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit kezdenek a Need for Speed-del, mert ugye azért abban megegyezhetünk, hogy a payback az mindennek a legalja volt minden szempontból. Hát nem is mindennek a legalja, de messze, tehát nem tudom, szerintem teljesen identitást vesztett. Szerintem borzalmas volt. Az irányítás javult mondjuk, de hogy ezen kívül az, hogy ilyen lootboxos volt a fejlesztés benne, hogy random tudtad megvenni az alkatrészeket, ha éppen volt, és akkor visszamentél később, és akkor talán volt olyan, ami neked kell, talán nem. Igen. Azért azt is patchelgették utána, de attól függetlenül nem, azért, hogy elindult az... Abban a pillanatban, hogy bekerült az E-Access-be, akkor én azzal úgy teljesen el tudtam lenni, de így, hogy rólad homozva ingyen volt, így tudom azt mondani, hogy szuper. De hogy én évek óta nem tudom azt mondani, hogy a Forza meg a Gran Turismo mellett a Need for Speed olyan szint, tehát meg se közelíti, nem tud. De nem is, ez pedig más, most itt lenne az alkalom, mert most ugye ez hosszú év után az első év, amikor nem várunk Forza. De én nem gondolom, hogy ez tök más, mert hogy nem kéne, hogy ez más réteg legyen egy Need for Speednek, tudnia kéne hozni azt az iszonyatosan feelinges arcade, és nem csak az Underground-ra gondolok, mert szerintem előtte is megvolt már ez a baromi jó arcade feelingje,
De ezt hozhatná. Valahogy meg kéne találni azt az identitást, amit egyébként már a saját történelme során kétszer megtalált. Egyszer ugye ezt a jó zárt pályákon működő, baromi jó árkédes autóversenyvonalat, másodszor pedig akkor, amikor ez az éjszakai illegális autóversenyzős vonal, hogy hívták ez a gyorsulós film. Halálos iramban. A gyorsulós film. Tehát, hogy amikor sikeresen elkapták arra gondolok, igen, köszönöm. De egyébként, bocsánat, csak hogy a Need for Speed... Kopaszok gyorsulnak, tudod. De tök más az elvárás a Need for Speed-del kapcsolatban. A Need for Speed egy olyan brand, amit egy csomóan akkor olyan, mint a Halálos iramban. Nem kell a Halálos iramban filmeknek nagy mondani valóval rendelkezni, hanem ilyen... Meg se próbáltam. Hanem feelingbe kell jót alakítani, és abban jó. És egy Need for Speednek sem kell jó autós játéknak lennie, hogy a feelingbe adja, amit kell. Illetve ugye a Need for Speed azért elég sokat mond annak a korosztálynak, akik mondjuk mi vagyunk, és ezért van az, hogy a Paybackben például konkrét hirdető oszlopon volt a Brown Coca-Cola, stb. Mindenki fölsorolva, tehát az nem feltétlenül az eladásoktól függ az, hogy lesz a Need for Speed, és az sikeres lesz-e. Hát én nem tudom. Én szerintem ez egy identitás probléma, és nem, abszolút nem találták meg a régi korosztályt az utóbbi játékokkal. Tudom, hogy meglátjuk. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Szóval nem tudom, ti hogy vagytok vele, én most nem várom annyira az EA Play-t, vagy nem érzem azt, hogy szétmarcangol az izgalom, de ezzel együtt baromira nem élem azt, hogy valahol valamennyire egy kicsit csalódni fogok pozitívan, hogy kapunk valami meglepetést. Annak azért örülök, hogy a Fallen Order-rel egy nagyon picit elindultunk abba az irányba, hogy tett az EA egy lépést a korábban már teljesen elhanyagolt és elüldözött single playerek irányába, de jó lenne, hogyha még egy kicsit meg tudnánk lepődni, mert ez a már sajtótájékoztató sincsen, csak stream, olyan biztonsági játéknak érzem, és azért az EA-től nem ezt várom. Szóval remélem, hogy tévedek, és kapunk meglepetéseket. Nagyon szépen köszönjük, hogy néztetek minket, és hogyha tetszett ez a videó, akkor hagyjatok egy lájkot, illetve mindenképpen mondjátok el a ti véleményeteket, mi az a cím, amit ti vártok, vagy mi az, amit esetleg reméltek, vagy szeretnétek, hogy lássatok. Köszönjük, hogy néztétek a videót, sziasztok!